Tisztelt kongresszus, tisztelt küldöttek! Az RMDS 11. soros kongresszusán szövetségünk alapszabályzatát és programját módosítjuk. Emellett bemutattuk azokat a dokumentumokat, amelyek meghatározzák szövetségünk új irányelveit és céljait. A jelenlegi parlamenti ciklusban nagy horderejű témákat kell véglegesítenünk. A demokrácia, a jogállam és az európai értékek számunkra nem csak címszavak. Egyetlen demokráciát sem tett tönkre még egy alkotmánymódosítás, ellenben a lakosság közönye vagy elutasítása minden bizonnyal ennek a végét jelentheti. Az RMDS alkotmánymódosító javaslatai a romániai magyarság akaratát tükrözik. Szeretnénk, ha a nemzetállam fogalmát törölnék az egyes cikkeiből, kérjük a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezőként való elismerését. Kérjük a magyar nyelv használatát a hivatalos intézményekben, azokban a régiókban, ahol jelentős magyar ajkú lakosság él. Nagyon fontos, hogy a Romániában élő magyarok számára biztosítsuk az arányos képviseletet, és ezt az alkotmányba szabályozzuk. Kérjük a helyi autonómia intézményesítését a helyi önkormányzatok által, illetve a sajátos hagyományokkal rendelkező régiók különleges jogállásának sarkalatos törvénnyel való elismerését. A regionális és kisebbségi nyelvek európai kártája és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keresztezményt előírásait alkotmányos rangra szeretnénk emelni, és javasoltuk a kötelező konzultációt a minket érintő problémákban. Az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnökénként elmondhatom, hogy az új alkotmány előírásai mélyen rányomják bélyegünket a mindennapi életünkre. De látnunk kell ugyanakkor, hogy az új helyzetben új irányelvek és új célok mentén kell szerveződnünk. A Kolozs megyei magyar közösséget minden egyes településen fel kell tudnunk éleszteni, közösségépítő programok és események által, szem előtt tartva a magyarok érdekeit és elvárásait velünk szemben. Hiszen ezért dolgoztunk, dolgozunk és fogunk dolgozni. Köszönöm a figyelmet!